tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is örökkön örökké. Ámen. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet a Szekszárdi Református templomban, és a televízió előtt ülőket is, akikkel egy közösséggé válhatunk Krisztusra tekintve. Forduljunk az örök élet forrásához, énekeljük fennállva a 666-os számú dicséretünk első versét közösen, így szólítva és kérve Krisztus Urunkat, akiben egyek lehetünk, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből, egy sugárt küldj ránk tele. Elfoglalva és az Úrtól tanult imádság közös elmondásáig a helyünkön maradva folytassuk Isten tiszteletünket, könyörgésünket és dicséretünk éneklését annak második, harmadik és negyedik versével. Jóságodnak harmata gyarló életünkre hújjon, szívünk, mely kiszárad a vigaszottól felviduljon. Ugyanezt kérjük a gyermekek vonatkozásában is, akik itt vannak közöttünk, és akik most csatlakozhatnak Karola nénihez, hogy a parókia melegében figyeljenek oda az Úristenre, még mi, nagyobbacskák, itt a templomban tesszük ugyanezt. A könyörgésünk legyen közös és egymásra tekintő, így az ökumenikus imahét kezdetén is. Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mindenható örökkévaló Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Vezesse és kísérje az ő szent lelke a mi lelkünket ma is. Ámen. Kedves testvéreim az Úrban, földünk északi féltekéjén hagyományosan ebben az időszakban, január 18-a és 25-e közötti kezdettel tartják az ökumenikus imahetet a keresztények egységéért. És minden évben más-más ország Krisztus hívői keresik meg a témát és készítik elő ennek a hétnek az anyagát. Az idei hét témáját az Afrikában található Burkina Faso keresztényeinek ökumenikus közössége választotta és készítette elő. Burkina Faso a nyugat-afrikai Száhel övezetben helyezkedik el, Mali és Niger szomszédságában, egy mostanában különösen is forró területen. 274 ezer négyzetkilométer, 21 milliós lakosság, amelynek többsége 64% muszlim, nagyjából 26% keresztény, és mintegy 60 népcsoportot foglal magába. Nagyok a különbségek, nagyok a súrlódások. Az országban jelenleg súlyos biztonsági válság van. Egy 2016-ban kívülről szervezett dzsihadista támadás nyomán elharapózott a terrorizmus, a szabadrablás, a bűnözés, azon belül az emberkereskedelem, és drámai hanyatlásnak indult a társadalmi összetartás, az emberek békés együttélése. Az ország 22%-a nincs állami felügyelet alatt. Gyakorlatilag teljes az emberek kiszolgáltatottsága. Ez különösen is érzik a keresztények a dzsihadista nyomás alatt. Ennek ismeretében különösen is érthető és ütős, hogy a Burkina Faso-i testvérek az irgalmas samáriai példa történetét választották alaptémaként. Az ige rész a szervezők szerint az egység megosztottság és a szeretet gyűlölködés ellentét párját tárja elénk, de az irgalmas szamaritánus példázatában kiemelkedik a másik elfogadásának és befogadásának mozzanata a vendéglátás fontossága is. Burkina Faso-ban a háziak Kalabasból egy lopótökhöz hasonlítható természetes edényből kínálják vízzel a messziről jött vándort, még mielőtt elmondaná, hogy miért jött. Amiatt, hogy így találkozhassanak vele. A beszélgetés a látogatás céljáról csak azután kezdődik, miután a látogató felfrissült, ahhoz hasonlóan köszöntik és fogadják be a vendéget, mint Ábrahám egykor a három látogatót, akikről kiderült később, hogy maga az Úr jelent meg előtte, közeledett hozzá, abban az ószövetségi történetben, amit olvasmányként is választottak afrikai testvéreink az imahetet kezdő Isten tiszteletre. Így hallgassuk mi is Isten igéjét Mózes első könyvének 18. fejezetéből az első 8 verset, majd újszövetségi olvasmányként az irgalmas samáriairól szóló történetet a Lukács írása szerinti evangélium 10. fejezetéből. Azután megjelent neki, azaz Ábrahámnak az Úr Mamré tölgyesében, amikor a déli hőség idején a sátor bejáratában üldögélt. Fölemelte tekintetét és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt: Uram, ha elnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet. Mossátok meg lábaitokat, és dőljetek le a fa alá. Én meghozok egy falat kenyeret, hogy fölüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték: tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és ezt mondta: siess, dagasz meg három mérték finom lisztet, és süss lángost. Majd kiszaladt Ábrahám a csordához,
fogott egy szép és zsenge borjút, odaadta a legényének, az pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, megvette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. A Lukács írása szerinti evangéliumban ezt olvassuk. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, az Úr Jézust, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ámen. Istenünk, aki az ő nagy kegyelméből kész meglátogatni minket is, és az örök élet ajándékával közeledik hozzánk már itt földi életünk során, tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben és életünkben. Ezért közösen is imádkozzunk, csendességben helyünken maradva és fejünket meghajtva. Mindenható Istenünk, örökké való édesatyánk a Jézus Krisztusban, magasztalunk téged, mindenek és mindenki fölött álló Istent, aki irgalmasan hajolsz le hozzánk, érezteted látogatásodat és szeretetedet naponként. Hálát adunk, amiért új napra ébredhettünk föl, irgalmatból új lendületet és esélyt kaptunk irgalmatlan világunkban, ami oly kevéssé helyez téged az élet középpontjába. Köszönjük, hogy lehetőséget készítettél nekünk arra most is, hogy te légy a központ, hogy rád figyeljünk, tőled tanuljunk, rólad tanúskodjunk. Dicsőítünk, amiért, mint egykor Ábrahámot, minket is kész vagy közeledésedre méltatni, éreztetni jelenlétedet, szólni hozzánk és jövőt nyitni elegészen az örök életig. Bocsáss meg, kérünk, ha nem fogadunk méltóképpen, ha túl jól vagy éppen túl helytelenül élünk földi életet ahhoz, hogy az örök élettel törődjünk. Megrendülve szembesülünk azzal, milyen nehéz politikai és gazdasági viszonyok között kell a Burkina Fasóban élő testvéreinknek te rólad tanúskodniuk, életkörülményeiken javítaniuk. Bocsáss meg nekünk, hogy képesek vagyunk nem megbecsülni a saját helyzetünket, és nem törődni az övékkel. Képesek vagyunk csak migránsokat látni a Száhel-övezetből menekülőkben, pedig lehet, hogy ezzel úgy fordulunk el keresztény hittestvéreinktől, mint egykor a pap és a lévita a zsidó embertársuktól. Köszönjük és csodáljuk, hogy te nem fordulsz el tőlünk, hanem életpéldát adva, az örök életet kínálva hajolsz le hozzánk, gyógyítasz és erősítesz.
hosszú távon gondoskodsz rólunk, ahogyan igyekezett azt megtenni a példázatban is szamaritánus is a zsidó emberrel. Köszönjük, hogy te irgalmas Úr vagy, aki úgy közeledtél Krisztusban, és közeledsz gyógyító lelkeddel most is a tőled elszakadt, elidegenedett világba és emberhez, hogy nem kerülöd el a földi koszt és káoszt, nem kerülöd a vért, sebet, a nyomorult emberi életet, sőt felvállaltad és felvállalod azt a kereszt halálig, és a feltámadás ajándékával utat nyitsz az örök életre. Magasztalunk, amiért minket is felvállalsz, kész vagy gyógyítani és tanítani, örök élettel megtölteni. Köszönjük, hogy kérhetjük személyesen, egyen-egyenként is. Fordítsd hozzám, Szent Atyám, szemeidet, bocsássad el mennyből te szent lelkedet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket részeltes jelenlétedben. Ámen. Közösen a 603-as számú dicséretünk 6., 7. és 8. versét énekelve is imádkozzunk Istenünkhöz. Fordítsd hozzám, Szent Atyám, szemeidet, bocsássad el mennyből te szent lelkedet, és tartsad meg mindvégig te híveidet. Szeretett testvéreim, Istenek ígét, amely nyomán az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét is szeretném hirdetni közöttetek, az irgalmas szamaritánusról szóló történet felvezetéséből olvasom a Lukács írása szerinti evangélium 10. fejezetének 25. versét. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Ámen. Kedves testvérek, Szekszárdon immár a 12. együtt ünnepelt ökumenikus imahetünkre készülve utána néztem, hogy mikor foglalkoztunk mi gyülekezetként vasárnapi istentiszteleteinken utoljára az irgalmas samáriai nagyon szép és tanulságos történetével. És magam is meglepődtem azon, hogy ebben az időszakban mindössze egyszer fordult elő, az is hosszú évekkel ezelőtt. A most kezdődő imahét, azon belül a mai indító istentisztelet, tehát segít
helyére tenni, méltó helyére emelni ezt a történetet, ezt a jézusi példázatot, és azért különösen is hálásak lehetünk száhelövezeti testvéreinknek, mégpedig úgy segít méltó helyre emelni, hogy behatóan az idei ökumenikus imahetet előkészítő Burkina Fasói keresztények felosztásában szakaszonként vizsgáljuk meg, több igehirdető, sőt több keresztény felekezet megközelítésében. Már a legelső vers van kiemelve, amiben a történetet felvezető, lényegre törő kérdés hangzik el Krisztus felé egy írástudó részéről. Több kérdés is van egyébként a történetben, erre érdemes odafigyelni. Ez a kérdés így hangzik. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ezt a helyzetet és kérdést veszem tehát kiindulási alapként, és ágasztatom el három kérdés irányába, amelyekre mindenképpen érdemes megkeresni és megtalálni a válaszát mindenkinek, és ehhez bátran kérheti Krisztus segítségét is a törvény tudóhoz hasonlóan, aki kérdezősködött Jézusnál. Az Úr viszont kérdésére maga is elgondolkodott és válaszolt, és ezek nyomán haladt is a válasz az örök élet irányába. Az első, amit kiemelek, mint amit érdemes megvizsgálnunk, az, hogy feltesszük-e az örök életre vonatkozó és irányuló kérdést. Egyáltalán felmerül-e ez a kérdés? Sok emberi életet inkább felkiáltó jelhez hasonlóan látok, hasít végig a földi életen, annak a szövetén és idején, ahelyett, hogy megállna és a kérdőjel kampójához hasonlóan megakadna és elgondolkodna a lényegen, az irányon, hosszú távon maradandóban gondolkodna. Jobb esetben ellát odáig az élete végéhez közeledve ez a hasító emberi élet, a felkiáltó jel, hogy mit hagy maga után a földön, de sokszor még ez sincs meg. Hát még az, hogy milyen csoda várhatja őt, és hogyan készülhetne arra, hogy örök élet várja. Egyenes vonalban, mint felkiáltó jel, pontosan elhúzzák a csíkot a semmibe. Turmezei Erzsébet az egyik versében, bár más vonatkozásában nagyon igaz jellemzést ad. Borús szemű, gondbarázdált, fáradt arcú emberek, itt is egy és ott is egy. Vége sincs és száma sincs. Mellettem sodródnak el mind az utcaforgatagban, várja őket íróasztal, akta, gép, katedra, műhely, munkaterhe, kenyér gondja, a nagyváros ontja őket végtelen tömegben. Gondbarázdált, fáradt arccal tovatűnnek, elsietnek. Itt is egy, és ott is egy, vége sincs és száma sincs. Jaj, a hajszás nagy robot szeme fényét kioltotta, sose csillog benne már a csodavárás öröme. Nem lát túl a mulandón, csak az élet örök kérdéseivel foglalkozik, de az örök élet kérdésével nem. Vannak kérdései, az örök emberi kérdések, amikre Jézus is kitér a hegyi beszédében. Mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra? Ilyesmiket a pogányok kérdeznek, mondja Jézus. Ilyesmin a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak nektek. Vajon engedünk-e mi ennek a meghívásnak, ennek a csodálatos meghívásnak az Isten részéről? Vajon túllátunk-e a mulandón, egyáltalán nyitottak vagyunk-e az örökké valóság kérdésére, hogy egyszerűen belevakulunk, egészen belevakulunk, és a végén szó szerint bele is temetkezünk a földi világba. Feltesszük-e az örök élet kérdését? Vagy csak az élet örök kérdéseit hajszoljuk? Csak pörgünk és pörgetjük az életet? Hasítunk, mint a nyíl, mint Márta, aki közvetlenül az irgalmas samáriairól szóló szakasz után kéri számon az Úr Jézust is egy felkiáltó jeles mondattal, mondhat a testvéremnek, hogy segítsen.
vagy megérkezünk a lényegig is, az örök kérdésig. A közelünkbe jött Úr lábaihoz tudunk-e ülni, legalább olykor, mint Mária, és azt választjuk osztályrészül, amit nem vehetnek el tőlünk. Amikor itt vagyunk a templomban, vagy a televízió képernyői előtt halljuk az Isten szavát, legalább olyankor hajlamosak vagyunk-e, hajlandóak vagyunk-e foglalkozni az örök élet kérdéseivel is, az élet örök kérdései mellett. Az irgalmas szamaritánus példázatának felvezetésében a törvénytudó felteszi az örök életre vonatkozó és irányuló kérdést, és választ is kap az Úrtól, minket is bevonó választ, bennünket is az örök élet felé vezető választ. Mindenképpen érdemes foglalkozni az örök élet kérdésével. A második, amit érdemes megvizsgálnunk egyen-egyenként és közösen is, az, hogy kinek tesszük fel a kérdéseinket. Kifelé címezzük az örök életről szóló kérdést is. Magamon is megfigyeltem, hogy amikor valamilyen kérdésem adódik, gyorsan elérek az internethez. Nyáron például, amikor a templom kertben azzal próbálkoztam, hogy a sütőtök mellett paradicsomot is termesszünk, bio módon, már ha öko gyülekezet vagyunk, akkor azzal a problémával szembesültem, hogy tele van büdös bogárral. És hát bio megoldásként nekem egy valami jutott eszembe, hogy jártam ott a sorok között a paradicsomoknál, amit láttam és meg tudtam fogni, azon nyomban szét is nyomtam. Na de hát gondolkodtam rajta, más is szembesülhetett ezzel a kérdéssel, hát meggooglizzuk a témát, majd látjuk, hogy mi lesz belőle. Egy másodperc, válaszok tízezrei, órákig böngészgetés, és az igazán bio megoldást szorgalmazó videó, a legtöbbet nézett videó bemutatta a megoldást. Járni kell a paradicsom tövek között, és amit látunk, szét kell nyomni. Igazán jó kör volt, mondhatom, amit megtettem. Nem mindegyik ilyen persze, ezzel nem ezt akarom mondani, és lehet magunknál okosabb válaszokat is találni a kérdéseinkre, még az interneten is, de még ott sem mindegy, hogy kinek tesszük fel a kérdéseinket, és kitől fogadjuk el a válaszokat. Az meg végképp nem mindegy, hogy kinek tesszük fel az örök életre vonatkozó kérdést. Magunknak? Az kezdetnek jó, hogy elgondolkodunk rajta. Még az is jó, hogyha elkezdünk tovább gondolkodni, hogy más hogyan vélekedik róla. Valahogy a történetünkben szereplő írástudóban is felmerült az örök élet kérdése. Foglalkoztatta ez a kérdés. Mindenki, ha csak a szíve mélyén is, vágyik valahol az igazi életre, az örök teljes életre, és Isten is ezt akarja adni nekünk. Erről beszél a János írása szerinti evangéliumban Jézus. Irénaeus egyházatya pedig egyenesen azt mondja, hogy Isten dicsősége a teljes életű ember. Benne tükröződik leginkább. Csak hogy a teljes és örök élet kérdésére saját kútfőből nemigen talál igazi választ az ember. Ezért nem mindegy, hogy hova és kihez fordul tovább maga után a kérdésével. A többi okoshoz vagy okoskodóhoz, mindenféle életjobbítást ígérő szervezethez, különböző vallási felfogásokhoz, vagy magához az örök élet kútfejéhez, Krisztushoz. Krisztushoz, aki azt mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Az imaheti igényben szereplő törvénytudó elér a kérdésével Krisztushoz. Biztos, hogy forgatta magában ezt a kérdést, valószínűleg tanítóival és társaival is megosztotta, kereste a választ. A történet folytatásából kiderül, hogy több kérdésre helyes és jó választ is talált vagy dolgozott ki. Azonban Jézushoz kellett eljutnia ahhoz, hogy valódi választ kapjon, hogy elsődleges kútfőből merítsen. A mi kegyelmi helyzetünk pedig az, hogy nem kell keresgélnünk, hanem közvetlenül őhozzá folyamodhatunk az örök életre vonatkozó kérdésénkkel, és meg is kapjuk a választ. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az igaz Istent,
és akit elküldtél, a Jézus Krisztust, mondja az Úr a János írása szerinti evangéliumban. A harmadik kérdés, amit megvizsgálunk, az, hogy hogyan tesszük fel az örök életre vonatkozó kérdést. Ha már eljutottunk oda, hogy feltesszük. Jó esetben eljutottunk oda is, hogy a forráshoz elérve tesszük fel, Krisztusnak tesszük fel, még akkor sem mindegy, hogy hogyan tesszük fel. Érdemes észrevenni és leleplezni, hogy milyen szándékkal kérdezünk. Az igényben azt olvassuk, hogy ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt. Ott volt tehát az érdeklődés az örök élet iránt, ez kétségtelen. Ott volt még a beismerés is arra vonatkozóan, hogy hát nem tudom. Se én nem tudom, se a többi okos nem tudja. És pont emiatt a provokálás szándékával teszi fel a kérdést. Az elbizonytalanítás motiválta, ami bizonnyal mindannyian tapasztaltuk már, ha valaki így kérdez, nagyon kellemetlen tud lenni. Krisztus pedig felülemelkedik a helyzet méltatlanságán, és válaszul még a kísértés szándékával közeledő törvénytudónak is. Megadja a választ és az irányt. Jézus válaszának hogyanját még vizsgáljuk majd a héten, de a kérdezés hogyanját a magunk vonatkozásában érdemes már most megvizsgálni. Magunk és az Úr előtt nyíltan. Talán azért is állt szóba az Úr Jézus a törvénytudóval, mert a kísértő szándék mögött is érzett valamit a nyitottságából. És pont a nyitottság a másik momentum, amit kiemelek a hogyan vonatkozásában. Ekkor felállt egy törvénytudó, olvassuk, felállt. Itt a református istentiszteleten is felszoktunk állni, és ennek is oka van, és magyarázata van. Azok a nagyon hangsúlyos részek az istentiszteletben, amikor életünk egészét igyekszünk az Isten előtt megnyitni, az ő igéje előtt. Ez a nyitottság, ez mérvadó a hogyanban, amikor feltesszük a kérdést az örök életre vonatkozóan is. A felállás a történetben, amiben az írástudó felállt, nem csak a szót kérés jelzése volt, mint manapság a jelentkezés, hanem a tiszteletadás és a fogadókészség jelzése is. Az a történet folytatásából is kiderül, hogy az írástudó kész volt valóban nyitottan belemenni egy eszmecserébe. Kész volt meghallani Jézus viszont kérdését. Kész volt maga is válaszokat kidolgozni, még akkor is, hogyha az elején a kísértés szándékával indult el. A kérdés felénk is az, hogy vajon nyitottan, vajon a válaszfogadás készségével tesszük-e fel a kérdésünket Isten felé, különösen is az örök élet kérdését. A harmadik alpont a hogyan vonatkozásában a készség. A történet folytatásából kiderül, hogy a törvénytudó kész volt mozgósítani a maga tudását, összesíteni az addigi ismereteit és tapasztalatát, a törvény ismeretét is, mert figyeltük, hogy érdekes választ ad Jézus kérdésére, mi van megírva a törvényben. Hoz egy idézetet Mózes 5. könyve 5., 6. fejezetéből, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és hoz egy választ a sorrendben korábban levő könyvből, Mózes 3. könyvéből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És ezt szintetizálja, nagyon jól egybeszerkeszti. Kész volt dolgozni a kérdésekkel, kész volt bevonódni az Úr Jézussal együtt elmélkedni a kérdésen. Érdemes megvizsgálni a készséget magunknál is. És még valami, a szándék, a nyitottság és a készség mellett az írástudónk kérdezésében igen figyelemre méltó, hogy tetrekész törekvése mellett megmarad az érzete és tudata. Hogy amiről kérdez az örök élet, az tulajdonképpen ajándék. Így is teszi fel a kérdést, eleinte kísértő szándékkal, az eredeti szöveg szó szerinti fordításában, tanító mester, mit cselekedve fogom megörökölni az örök életet?
mit cselekedve fogom örökségül kapni? Nem egyszerűen elnyerni, nem egy ilyen lottó ötösbe gondolkodjunk, amit hát matematikailag minimális eséllyel lehet megkapni, hanem tisztában van vele, hogy örökölni lehet. Az örökkévalótól lehet elnyerni, megkapni ajándékba. Érzi és tudja, hogy ez nem érdemi kérdés, ez nem szerencse, nem mázli kérdése, élhetnénk héber szó, legalábbis héber gyökerű szóval, a mázli, az a szerencse, hanem ez egy örökség. De egy olyan örökség, amit az örökkévaló Isten kész megadni az ő gyermekeinek, és mi az ő gyermekei vagyunk Krisztusért. Vajon ezzel a tudattal, érzettel és bizonyossággal gondolkodunk-e az örök élet kérdéséről? Három nagy kérdést vihetünk magunkkal, és válaszoljunk is meg ebből a kérdésekkel tanulságosan megtűzdelt történetből. Feltesszük-e az örök életre vonatkozó és irányuló kérdést? Kinek tesszük fel? Elérünk-e vele Krisztusig, aki választ és megoldást is ad rá? És hogyan tesszük fel? Milyen szándékkal és felhanggal, milyen nyitottsággal és készséggel, milyen gondolkodással és meggyőződéssel? Az Úr pedig, aki még ennek a kísértő szándékkal közeledő írástudónak is kész és hajlandó volt válaszolni, bizonnyal választ ad nekünk is, akik Krisztusnak örökös társai vagyunk. Ámen. Készségünket, nyitottságunkat, meggyőződésünket ének szóban is kifejezve válaszoljunk az ige szavára a 603-as számú dicséret első és negyedik versével. Imhol vagyok, édes Uram Istenem, ez a készség és nyitottság, mert halálból megyek örök életre, kárhozatból örök üdvösségre, ez pedig már a bizonyosság a végén. A 603-as dicséret első és negyedik versét énekeljük. Örökkévaló Úrunk, Istenünk, aki kész vagy örök élettel megajándékozni bennünket is. Áldunk és magasztalunk, amiért nem csak foglalkozhatunk az örök élet kérdésével, életünk ügyes-bajos kérdései mellett és fölött, hanem egyenesen neked tehetjük fel közvetlen kapcsolatban veled, mint Jézus által gyermekeid és örökös társai Krisztusnak. Köszönjük, hogy te kész vagy
párbeszédbe bocsátkozni velünk. Köszönjük, hogy nekünk szólni kész, minket megajándékozni kész örökké való Úr vagy. És könyörgünk is, segíts így megbecsülni magunkat, téged és a veled való kapcsolatunkat. Köszönjük, hogy van ünnepelni valunk, hogy most az Isten tiszteleten is ünnepelhetjük az, hogy te a mi Úrunk vagy, aki mint egykor Ábrahámhoz kész vagy a mi életünkbe is belépni gazdagítóan. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük a veled való kapcsolatot közösségben. Így most a gyülekezetben és az imahét során más felekezetből érkező testvérekkel is. Köszönjük, hogy egyszerre nézhetünk rád, te pedig egyaránt szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy a személyes életünk is tele van ünneplési lehetőséggel. Minden nap, minden reggel, amiben belesugárzik a krisztusi feltámadás öröme. Köszönjük, hogy lehet névnap, lehet születésnap, lehet élet és örök élet. Közben könyörgünk azokért is, akik bajban vannak. Könyörgünk azokért, akiknek rosszabbul megy a sora, mint nekünk. Ma különösen is imádkozunk a Száhel-övezetben élő hittestvéreinkért. Nekik nem csak ének szóban kell a hitükért kiállni, akár halálig, hanem érezhető halálos fenyegetés akár a mindennapokban is. Köszönjük, hogy te Krisztusban azt ígérted, hogy velünk és velük is vagy minden napon a világ végezetéig. Imádkozunk az istentelenül gyakorolt hatalom áldozataiért, szerte a világon, az elnyomottakért, a betegekért, a menekülőkért. Imádkozunk a gyászolókért is, akiket a veszteségben meg tud környékezni a sátán, és istentelenségig tudja őket hajszolni. Urunk, te légy közeledő és vigasztaló, örökkévaló Isten ezekben az élethelyzetekben is. Imádkozunk a vigasztalásra és gyámolításra szorulókért, és közben imádkozunk azokért is, akik vigasztalni tudnak, gyámolítani tudnak, akiknek hatalmában áll a segítés. És könyörgünk azért, hogy adj nekünk is lelkedből erőt és bölcsességet, hogy a mi hatalmunkban levő dolgokat neked rendeljük alá, és használni tudjuk, használni merjük, rád hagyatkozva. Köszönjük, hogy egész életünk előtted lehet, és köszönjük, hogy te az egész életünket kész vagy áldásoddal kísérni. Könyörgünk is ezért, Krisztusért. Ámen. Együtt is imádkozhatunk ugyanazon szavakkal, amiket Krisztus tanított nekünk, és amelyekkel a hét ökumenikus alkalmain is együtt fogunk imádkozni hittestvéreinkkel. Ti pedig így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a gyülekezeti élet hirdetéseit. Hálával tekintünk örökkévaló megtartó Istenünkre és segítő kegyelmére a mögénk került időszakra és hét vonatkozásában is, amely során folytatódtak a szolgálatok az intézményekben, ülésezett a számlavizsgáló bizottság, hétfőn délután Isten igéjének vigasztaló fényében búcsúztunk szűk családja körében Wiesler Józsefné született Héjus Sára Mária testvérünktől, aki életének 94. évében hunyt el. Volt biblióra és szolgálat a kertbarátok között, és ingatlanjainkkal kapcsolatos szolgálat, azon belül hólapátolás is, amiben az ügyeletes presbiteri szolgálatot ellátó Fráj János Lászlóné is jeleskedett. Ezúton is köszönjük. A stafétát ma továbbadta a Kirchner Izabellának,
akinek áldott szolgálatot kívánunk, és abban Istentől jövő örömöt is. Urunk, kegyelmébe kapaszkodva tekintünk előre is reménységgel. Az iratterjesztésre hívom fel a figyelmet a kijáratnál, a konfirmandusok figyelmét pedig arra, hogy beszélgetésre találkozunk a parókia melegében. Az ökumenikus imahét alkalmait hirdetem, amelyek táblázatos rendje kifüggesztésre is került, hétfőtől péntekig minden este 5 órakor találkozunk. Holnap hétfőn a Béla téri római katolikus plébánia templomban, ahol Vadászi Dániel metodista a lelkészike magyarázatának lehetünk tanúi. Kedden mi a református templomban a házigazda szerepét töltjük be, Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész kollega fog igét hirdetni. Az evangélikus templomban szerdán Fodor Péter baptista lelkész testvérünk tolmácsolja az evangéliumot, a metodista templomban pedig Molnár Erik római katolikus káplán csütörtökön. Pénteken az újvárosi római katolikus templomban mi hirdetjük majd az igét, készüljünk erre is nyitott szívvel és meleg kabáttal. Kedden az imaheti alkalmat követően női kör lesz a parókián. Felhívom a figyelmet az egyház fenntartói járulék rendezésére, mindenki Isten általi megajándékozottságát szem előtt tartva adakozhat és adakozzék, szem előtt tartva, hogy Urunk minden nap megadja a kenyerünket, ahogyan kérjük tőle, sőt, még hozzá és rávalót is ad. A presbitérium által meghatározott alsó járulékhatár pedig havi egy kenyérnek felel meg nagyjából. Akinek ez a 10.000 forintos hozzájárulás és problémát jelent, az bátran jelezze. Aki pedig érzi, hogy az Úristen ennél gazdagabban ajándékozta meg, az bátran toldja meg egy lépéssel. Ma és az előttünk álló hónapban még rendezhető a 2023-as évi járulék is. A presbitérium január 30-án ülésezik majd legközelebb. Februárra, pontosan február 9-én 17:30-ra nézve házas randira, játékos házastársas együttlétre hívjuk a fiatalabb és idősebb házas párokat a gyülekezetből. A hirdetőtáblára kitettük, a házasság hetéhez kapcsolódik, illetve azt előzi meg ez a programunk. Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra, buzdítva a testvéreket, hogy másokat is hívogassanak. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek szolgálatait, imádságait, adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez és Isten dicsőítéséhez. Kérjük a testvéreket, hordozzák imádságban és szeretetben a gyülekezetet és a gyülekezeti munkát továbbra is. Az Úr pedig legyen a mi őriző pásztorunk. Ámen. Az áldás vételére ének szóval készüljünk. Isten dicsőítő hanggal énekeljük az 561-es számú dicséretünket. Szent vagy örökké, Atya Úristen a magas mennyekben, és közben éljük át azt a méltóságot, hogy ebből a magasságos szentségből érkezik hozzánk az Isten üzenete, és az ő örök életre hívó szava hathatja át az életünket. Thank you.
fennállva Úrunk előtt valunk egészét megnyitva fogadjuk az ő igéjét áldásként. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Ámen. Áldást, békességet.